Sziasztok! Most, hogy a napelemes rendszeremet tesztelem, az összes hosszabbítót és kábeldobot be kellett vetnem, és van egy, ami hát különösen problémát okoz, és most lett elegem a gyerekzárokból. Tehát eddig csak megkeserítették az életemet, de most szavakat nem találok hozzá, hogy mit érzek azzal kapcsolatban, hogy aki ezt kitalálta, az nem akarom minősíteni, de ezt kipróbálta utána? Tehát, hogy ez működik? És ez nem egy vékony villásdugó, ez nem. És nézzétek meg, na most az lesz a röhely, hogyha most belemegy. Egyszerűen nem tudom beletenni. Oké, illeszgessük finoman. Hát, hogyha az a baja, nem megy bele. Egyszerűen nem tudom beletenni. Ettől biztos, hogy szomjan halnál a sivatagban. Tehát, hogyha ettől múlna, hogy a szivattyúból te mondjuk vizet szerezzél, ettől tuti, ott hagyod a fogad. Nem. Nem működik. Úgyhogy most lett elegem. Szétszedem, kiveszem belőle, és az összes ilyen konnektorból ki fogom venni a gyerekzárat. Hát nem mindenhol vannak kisgyerekek, akik belenyúlkálnak, az a szórakozásuk, hogy belenyúlkálnak a konnektorba. Ráadásul mind a kettőbe egyszerre. Mert ugye, hogyha egybe nyúl bele valaki, akkor ott a Firelli erre van, hogy megvédje. Ha mind a kettőbe belenyúlunk, akkor a Firelli se véd meg, tehát a hülyeség ellen nincs védelem. Na, nézzük. Elvileg nem világít az indikátor lámpa, úgyhogy nagyon bízom benne, hogy nincs áram alatt. Mert nem szeretnék belekerülni a híradóba, hogy a YouTube lett a gyerekzár első áldozata. És remélem, hogy különleges csavar van benne, tehát nehogy véletlenül az otthoni felhasználó szét tudja szedni. Hát így kéne lottóznom. Ez egy különleges csavar. 3 vágattal, úgyhogy hozom a spéci szerszámokat. A gyerekzár az fontos, azt meg kell védeni, az nem így működik, hogy csak úgy szétszedhessük. Na nézzük, hogy ebben a Parkside-os, igencsak hiányos készletben találunk-e nekünk valót. Na, meg is találtam a megfelelő alanyt. 3 ágú illeszkedik bele. Ó, fantasztikus. Jó is, hogy hoztam ezt, mert olyan hosszú, hogy átér Kínáig. Na, lássuk, hogy jön ez innen ki. Ajaj. Lesz baj. Egész komoly konnektor van itt mögötte. Hát ebben nem biztos, hogy olyan egyszerű lesz kiszedni ezeket a gyerekzárakat. Ki kell emelnem hozzá az összes kis fémlapkát. Már látom szomorú sorsomat. Viszont ez már legalább normál csavarhúzóval kicsavarható. Na, először is nézzük meg, hogy van-e benne delej. Természetesen beledugni nem lehet, de most itt megtámadjuk. És azt mondja, hogy nincs benne delej. Nézzük meg azért, hogy AC-mérésen vagyunk-e, meg mindent ellenőrizünk le, amit ilyenkor leszokás ellenőrizni egy multiméter használatánál, mert itt az életünk múlhat rajta. Így lesz egy gyerekzáros konnektor életveszélyes, mert most olyan helyről kellett kihúznom, ahol van körülbelül 4 ilyen csatlakozó bedugva, és mindegyik fekete, tehát tök ugyanúgy néz ki. Ha most nem tudtam volna normálisan megfejteni, akkor bajba lennék. Még szerencsé, hogy van rajta ez az indikátor LED, ami akkor viszont nem világít, hogyha leold a hőkapcsolója. És talán ezzel jártam úgy, hogy föld volt tekerve, és úgy működött róla a mosogatógép, és bizony letiltott, tehát kikapcsolt. Na nézzük! Ilyen szereléseknél nem baj, hogy szóltok a családtagoknak, hogy éppen ilyet szereltek, hogy ne fordulhasson az elő, hogy mondjuk valaki azt látja, hogy hé, ki van húzva ez a villásdugó, visszadugom, és a szerelés közben bizony szintén életveszélyes. Na, és természetesen úgy van betéve ez a nyomorult gyerekzár, hogy ki kell, hogy vegyem hozzá ezeket a fém lapkákat, ugye? De valahogy csak összerakták, tehát valószínűleg szétszedni is szét lehet. Aha. Hú, de ez nagyon jó ezt visszarakni. Hát egy konnektorból azért lényegesen egyszerű kivenni ezt a nyomorú gyerekzárat. Biztos tilos egyébként, tehát majd most 100 000-ek fogják a fejüket, hogy úristen, mit csinálok, hogy kiveszem ezt a gyerekzárat, és
életveszélyes lesz a konnektor. Na most halkan jegyzem meg, hogy egyrészt ilyen hosszabbított környékén szerintem nem nagyon fordulnak meg a gyerekek, másrészt pedig nehezen tudom elképzelni, hogyha figyel rá a szülő, akkor oda menjen két szöggel és belenyúljon mind a két érintkezőbe. De biztos vannak ilyen balesetek egyébként. Na, kell még valami spéci szerszám. Van itt egyébként vagy 4-5 darab ilyen fázis ceruza is, csak egy működik belőle. Azt viszont fölvittem a tetőre és valahogy eltűnt. Na, nézzük. Szóval itt nálunk nincs veszélye annak, hogy itt kisgyerek belenyúlhasson bármibe. Úgyhogy azért bátran kimerem venni ezeket. Ami nem olyan egyszerű. Meg kell jönnöm. Tehát egy konnektor az ennél sokkal-sokkal egyszerűbb. Nagyon jó. Milyen érdekes megoldás, ha már szétszedtük. Próbálom így a fény felé mutatni. Tehát ez az a kis ilyen világító, hát LED-nek nem nevezném, hanem ez egy ilyen, van ennek egy speciális neve, ami csak így parázsizzó talán. De lehet, hogy tévedek. Majd kiegészítitek a videót ezzel, hogy milyennek a neve. Most már kezd a védőföld is kijönni a helyéről, mintha ez tartotta volna a helyén a védőföldet, az viszont nagyon nagy szívás lesz. Márpedig van rá esély. Basszus! Atyám! A védőföldet ez tartja a helyén. Hát akkor ezt vissza kell tennem, akkor csak ezt pattintom ki belőle, ezt a nyomorult gyerekzárrészt, és vissza kell, hogy tegyem. Nincs még vége. Kitűnő megoldás ez a gyerekzárt. Hogyan szívassuk a usert? Még jó, hogy nem törtem el őket, és vissza tudom tenni talán. Ez valami csodálatos mérnöki munka. Tehát fogjuk le a gyerekzárral, fogassuk le azzal a védőföldelést. Kitűnő ötlet. Mindaddig, amíg nem kell kiszednünk a gyerekzárat. Hogy is volt ez benne? Nehogy aztán még az legyen a baj, hogy nem is jól teszem vissza. Minden esély meg van rá. Ezt összerakni. Szétszedni ugye gyerekkoromban is mindent szét tudtam. Az összerakással azért már akadtak problémák. Most már ez a hőérzékelő is itt útban van, ezt nem lehet venni kivenni. Lehet, hogy kiveszem utána, már többet nem lehet visszatenni. Na, most meg tudtam emelni. Nagyszerű. Most kéne kipróbálni, hogy tutira a helyén van, és már látom, hogy nincs a helyén. Tehát itt a lukak nem stimmelnek, úgyhogy ezt szedhetem szét megint. Öröm a köbön. Mert ugye miért is lehetne ezt egyféleképpen betenni csak. Simán be tudod tenni többféleképpen. Hú, van baj. És ott is útban van a vezeték természetesen. Ez viszont érdekes, hogy fekete színnel hozzák a védőföldet. Zsugorcsőből? Nem, az egy zsugorcső. Aha. Na, sikerült ismét kivennem, és visszatértünk a nulladik pontra. Hát nem gondoltam, amikor szétszedtem, hogy azért ez ennyire szivatós lesz. Úgy gondoltam, pikpak kiveszem belőle, ráadásul megállítottam ezért a desztillálót. Tudom, ez a kategória az, amit még nézni is rossz. Higgyétek el, ezt a munkát elvégezni rosszabb, mint nézni. Na most már sikerült elrakni rúgókkal itt ezt a dobot, és hát, hogyha sikerül majd úgy beesnie ide az én kező közül, hogy rövidre zárja, úgyhogy majd mielőtt összerakom, előttem, hogy ki kell itt ganajoz, ki kell majd tisztítani ezektől a rúgóktól. Nézzük, mi hullik ki belőle. Tényleg nem a rúgó? Mert bele minden. Megvan minden rúgó? Még nincs meg minden. Azt mondja, egy rúgó, két rúgó, három rúgó, négy érintkező, szuper. Akkor most már nincs esélye arra, hogy rövidre zárjuk. Na, most már csak vissza kéne varázsolni mindent ide a helyére. Azt mondja, hogy van itt nekünk egy ilyen gyönyörűségünk.
Ezt ide betoljuk. Nagyon jó, ez a helyén van. Csak jó, hogy a sorrend is. Ez itt viszont nincs a helyén. Ez sincs a helyén. Kis parázsizzónkat azt letoljuk a helyére, hogy látszódjon is. Elleszakítsam, inkább hagyom. Ezt is ide betesszük a helyére. Itt is beillesztjük, hopp, ott még nincs a helyén. Elvileg így már működnie kéne a dolognak. Itt ez valahogy valamiért nincs a helyén, de miért? Mi támaszt itt ki? Valami árulás van. De mi? Aha, lehet, hogy most ott a helyére. De nagyon fontos, hogy minden jól érintkezzen, mert másképp itt ilyen leolvadások történhetnek. Itt. Na, mehet összefelé. Irányt váltunk. Röpke negyed óra alatt sikerült is kivennem a gyerekzárat ebből a konnektorból. El is készültünk, vissza kell húzni itt a vezetéket. Na. Szerencsére itt csak egyféleképpen tud beleilleszkedni. Felhasználó szivató csavarfej összefoglaló néven. Így lehetne jellemezni ezeket a spéci csavarokat. Még az jó, hogy ne szedje szét bárki, mert azt gondolom, hogy valóban nem kell mindenkinek ilyen elektromos eszközöket szétbontania, ha még nem csinált ilyet, de úgy meg nehéz gyakorlatot szerezni, hogy soha nem csináljuk. Tehát valahol el kell kezdeni. Én gyerekkoromban ezt úgy kezdtem, hogy egy két darab ceruzelemmel működő Walkman-t, azt így rácsatlakoztattam a 220-ra, és így utólag már könnyen megjósolható, hogy nem viselte jó ez a Walkman ezt, és nem bírta ki. Tehát egy füsttel válaszolt, és onnantól kezdve működésképtelen volt az eszköz. Tehát én már igen korán, 11 éves koromban megtanultam, hogy a 3 volt egyenáramot nem lehet helyettesíteni a 230 volt váltakozó árammal, mert annak súlyos következményei vannak, és még szerencsé, hogy megúsztam. Talán 2 áramütést szenvedtem egyébként az életemben, ami tényleg úgy komolyabb volt. Az egyik egy 3-fázisú betonkeverő volt, ahol a kapcsoló el volt törve, és szintén gyerekfejjel ilyen 12-13 évesen én kevertem benne a betont, és elég rendesen megrázta a hüvelykujjamat, tehát úgy egy jó ideig nem nagyon tudtam vele fogni, de megúsztam, tehát szerencsére ez egy pillanatig értem csak hozzá. A másik pedig egy magnó szerelése volt, ahol rátettem egy kapcsolót, és ezt élőben tettem meg, és így ráfogtam a kapcsolóra konkrétan, na akkor sem éreztem túl jól magam, tehát ez a 2 eset volt, amire emlékszem. Aztán volt, igen, még itt is volt a házban, úgyhogy működött a Firelli, de sikerült a fázist és a nullát megfognom egyszerre. Itt egy kibillent konnektor okozta a problémát, és hogy soha ne nyúljatok hozzá élőben kibillent konnektorhoz, kibillent kapcsolóhoz, semmihez. Ez nagyon-nagyon életveszélyes. És még egyszer mondom, hiába volt Firellénk, egy pillanatra fogtam meg, de érezhető volt ennek a hatása, úgyhogy nagyon vigyázzatok az áramütéssel. Inkább mindent 2-3-szor ellenőrizzetek le, hogy nincs-e áram alatt. Még egyszer mondom, nem viccből mondtam, hogy hívjátok fel a családtagok figyelmét, hogy véletlenül se kapcsoljátok vissza, hogy egy boiler vízkötelenítésnél a kis megszakítót, ne tegyétek vissza a biztosítékot, és én ezért szeretem a hengeres biztosítékokat. Tehát a hengeres biztosítékot például itt ugye most a DC oldalon, az egyenárom oldalon, ami lejön a napelemtől, ott ilyen szakaszolók vannak, kiveszem belőle a kis hengeres biztosítékot, azt aztán hiába nyomja fel bárki is, nem lesz kontaktus, tegyétek a zsebetekbe ezeket a hengeres biztosítékokat, hogy mi véletlenül se tehesse vissza senki. Én ezt jobb ötletnek tartom, mint az, hogy egy kis megszakító van megoldva, mert a kis megszakítót azt egy mozdulat visszakapcsolni, és sosem tudhatjátok. Tehát van egy gyerkőc, aki hazatér az iskolából, 12-13 éves, fogalma nincs róla, hogy mi történik, nincs áram a lakásban, mert mondjuk valamit mókoltok, hát akkor felkapcsolja is, piff, felkapcsolja, és aztán meg is van a baj belőle, főleg, ha nincs Firellétek. De még egyszer mondom, ha a fázist és a nullát egyszerre fogjátok meg, tehát magyarul a röfi orrból mind a kettőből ledugnátok mondjuk egy szöget, akkor ugyanúgy megráz benneteket az áram.
Firelé mellett is meg tud rázni bennünket. Ha most a fázist fogom meg, és ugye én a földdel kapcsolatban vagyok, ott a Firelé az érzékelni fogja, hogy hú, ott valami nem stimmel, mert nem jön vissza annyi áram rajtam keresztül, mint ami kiment, és azonnal le fog oldani. Ez egy 30 milliampernél történik meg, tehát nagyon pici áramerősségről van szó. Na ennyi volt ez a gyerekzártalanító videó. Itt vannak ezek a bűnös eszközök, amik jó megszívattak. Tehát ahogy a villásdugót belehelyezzük ebbe a nyomorult röfiorba, ennek kellene egy oldalra elcsúsznia. Hát csak ez egy hülye megoldás. Tehát ez nem csúszott el. Lehet látni ott egyébként a nyomát, hogy ez néha elcsúszott, néha nem. A nagyon vastag ilyen érinkezőket, azokat néha bele tudtam erőszakolni. De milyen márka ez? Miért ne vegyetek? Azt mondja, hogy... Hát ez valami no-name cucc, nem tudom, hol vettem. Az ott 1100 watt, hogyha föl van tekerve, és 3200 watt, ha nincs feltekerve. Na, ezt leteszteltem, és tényleg nem bírja. Tehát tényleg kiold itt a hőkioldó, és tök jó, hogy van ilyen hőkioldó ezekben, mert másképp leolvadt volna az egész. Így is alig lehetett megfogni, annyira meleg volt. Hát amikor kapkod az ember, akkor ez a következmény. Pedig tudom, hogy feltekert kábeldobból nem dolgozunk. Én azért még az 1100 wattot sem próbálnám ki. Ugye azt mondta Nemesi Zsolt tanár, hogy olyan 500 wattig jók vagyunk, tehát addig nem probléma, hogy fel van tekerve a kábeldobunk, de ott is valószínűleg melegedni fog már. Tehát egy fűnyírót mondjuk azt elvisel. Apósom egyébként azért mondtam, amikor nála volt egy ilyen eset, hogy az autót egy 30 méteres ilyen kábeldobról töltöttük, és fel is hívtam rá figyelmét, hogy ez így nem lesz jó, mert biztos, hogy föl fog melegedni. Nyugodjak meg, ő fűnyírót simán szokta így használni róla. Na most az egy olyan 800 és 1000 watt környékén van, ott valóban nem melegedett. 10 perc múlva lementünk a garázsba, és tűzforró volt, szinte izzott az egész, tehát 2,7 kW az nem 1 kW. Erre figyeljetek oda, soha ne használjatok feltekert kábeldobot, úgyhogy abból áramot vesztek ki, méghozzá nagy áramokat. Na nézzük, milyen lett. Először is a fogyasztásmérő, hogy világít a kis lámpácskánk, és ennyire könnyen működik, figyeljetek. Egy ujjal. Fantasztikus. Na, így kell működni egy kábeldobnak. Bedugod, működik, kész. Na ennyi volt ez a kicsit hosszabbra nyúlt videó, mint ahogy én terveztem. Azt gondoltam, hogy egy 2 percnél kiemelem, kilököm belőle ezeket a gyerekzárakat, aztán mehetünk tovább, de nem így sikerült. Köszönöm szépen a figyelmet, legyen szép napotok, sziasztok!